Sziasztok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán, én Tamás vagyok, a mai videóban pedig folytatjuk a múlt héten megkezdett a teljes Clone Wars sorozatunkat az általatok megszavazott sztorival, amely nem más lesz, mint a Malevolence trilógia. A történet a következő epizódokból áll, de előtte jöjjön egy kis bevezető. A köztársasági flotta folyamatos támadások alatt áll egy rejtélyes szeparatista fegyver által, amelyről senki semmit sem tud. A Jedi tanács Plo Koon Jedi mestert küldi, hogy találja meg és derítse ki, mi is ez a titokzatos fegyver. A Triumphant fedélzetén Plo Koon Jedi mester és Wolf parancsnok megtalálja a Malevolence-t az Abregado rendszerben és azonnal felveszik vele a küzdelmet. A támadás előtt Plo mester utasítja Wolfot, hogy jelentse a helyzetüket a Coruscantnak. A parancsnok felveszi a kapcsolatot Anakin Skywalkerrel és Ahsoka Tanoval, akik a közeli Beef rendszerben állomásoznak és erősítést kér tőlük. Anakin közli velük, hogy nem tud segíteni, mert a Jedi tanács a Beef rendszer megvédésére utasította, és engedély nélkül nem hagyhatja el a pozícióját. Ekkor Grievous tábornok Dooku Gróf kérésére zavarni kezdi a Triumphant kommunikációját, majd a Malevolence titkos főfegyverével, ami egy masszív ionágyú, tüzet nyitnak az ellenségre, ezzel pedig mindhárom köztársasági hajó energiaellátását tönkreteszik. A védtelenül maradt cirkálókat gyakorlatilag cafatokra lövik a turbolézerekkel. Közvetlenül a hajó felrobbanása előtt Plo Koonnak és Wolf parancsnoknak, valamint Sinkernek és Boostnak sikerül elmenekülniük egy mentőkabinban. A Malevolence fedélzetén Dooku arra utasítja Grievous-t, küldje ki a kabinvadászokat, találják meg és iktassák ki az összes túlélőt, hogy a titokzatos fegyverük helyzete rejtve maradhasson. Eközben Anakinék értesítik a Coruscantot, hogy megszakadt a kapcsolatuk Plo mesterrel. Viszont Ahsoka heves kifogásai ellenére sem hagyhatják el a rendszert, hogy túlélőket keressenek az Abregádóban, mert a Beef rendszer stratégiailag döntő fontosságú az utánpótlás szempontjából. A megbeszélést követően Anakin leszédja Ahsokát, hogy tiszteletlen volt a tanáccsal és a kancellárral, függetlenül ettől valamivel később mindketten felszállnak a Twilight fedélzetére, és felderítés címszó alatt elmennek az Abregádó rendszerbe. Egyébként a Twilight az a hajó, amivel a Tethről mentették ki Jabba fiát, Anakin megtartotta. Szóval amikor Ahsoka kérdőre vonja mesterét, hogy miért szitta le olyan dologért, amit valójában most csinálnak, Anakin elmagyarázza, hogy nem azzal volt baj, amit mondott, hanem ahogyan mondta. Különben meg betartják a tanácsutasítását, hiszen a flottát a Beef rendszerben hagyták, ők pedig csak kiruccantak egy kicsit túlélőket keresni. Ekközben Plo mesterék a törmelék mezőben épp a saját kabinjukat javítják, amikor észrevesznek egy másik kabint is, ami ki van nyitva. Rájönnek, hogy egy kabinvadász droid egység nyitotta fel, akik túlélőkre vadásznak. Később szemtanúi lesznek egy másik kabin felnyitásának is. A rendszer másik oldalán Anakinékkal felveszi a kapcsolatot Obi-Wan, egykori mestere ugyanis jól ismeri őt, ezért szinte biztos volt benne, hogy nem fog a Beefben maradni. Ő is és később a kancellár is arra kéri Anakint és Ahsokát, hogy térjenek vissza a kijelölt pozíciójukba. A kabinvadászok ez alatt észreveszik Plót és a klónokat, és megtámadják őket, de a Wolfpack nem hagyja magát. Felveszik a küzdelmet a droidokkal, és ki is iktatják őket. A győzelem után nem sokkal megérkezik a felmentősereg, de pont ekkorra ér oda a Malevolence is. Anakinék kikapcsolják a Twilight összes rendszerét, remélve, hogy így megbújhatnak a törmelékmezőben, de az orvos droidot elfelejtik lekapcsolni, Grievous pedig észreveszi őket, és tüzet nyitnak rájuk az ionágyúval. Anakin végül sikeresen kiviszi a törmelékmezőből a Twilightot és a hajóval a hipertérbe ugrik. Grievous vonakodva tájékoztatja Dooku Grófot, hogy a túlélők elmenekültek, vagyis a köztársaság értesülni fog a Malevolence helyzetéről és annak titkos fegyveréről. Dooku ekkor bosszusan közli, hogy kapcsolatba kell lépni a mesterével. Amint a Twilight elérte a flottát, Wolf parancsnok megköszöni Anakinnak a segítséget. Anakin és Plo ezután kapcsolatba lépnek a Jedi tanáccsal, tájékoztatva őket a titkos fegyverről és annak képességeiről. Anakin arra kéri Ahsokát, tartson velük, mert nem csak a megrovásban, hanem a dicséretben is együtt kell osztozniuk. A Jedi cirkálók ellen elkövetett sorozatos támadások után, melyek mindegyikért a Malevolence a felelős, Anakin Skywalker úgy dönt, itt az ideje visszavágni. A terve az, hogy az új Y-szárnyú bombázóival elpusztítja a szeparatista zászlós hajó hídját, megöli Grievous tábornokot és megsemmisíti a teljes hajót. Habár Plo Koon és Ahsoka szerint is ez a stratégia túlságosan agresszív.
Időközben a Malevolence valahol a külső peremvidéken egy újabb utánpótlás szállítmányt pusztított el. Miután az utolsó transportot is kiiktatta, Dukugrov új célpontot ad Grievousnek. A köztársaság titkos peremvidéki kórházállomását, ahol 60 ezer sebesült klón tápolnak. Yularen admirális felveszi a kapcsolatot a kórház vezetőjével, a Kaminoi Nalasevel, hogy figyelmeztesse egy esetleges támadásról, de ő nem hiszi, hogy időben mindenkit evakuálni tudnának. Anakin és Ahsoka egy bombázó századdal elhagyják a csillagrombolójukat, és harci kíséret gyanánt velük tart a Keldor Jedi Mester Plo Koon is, egy módosított Eder Sprite osztályú Delta 7B könnyű elfogó csillagvadásszal. Anakin árnyék százada a hiperugrás után megérkezik a Kalida csillagköthöz. Hogy gyorsabban odaérjenek, átvágnak a csillagködön, míg Grievousék inkább megkerülik. Anakinék már jóval a csillagköd belsejében járnak, amikor szóba jön, hogy az út, amin haladnak, egy csempész út, amit még Anakin régen a Tatooine-on hallott. A neve pedig Balmorra egér út. Mikor Plo Koon ezt meghallja, azonnal figyelmezteti a csapatot, hogy vissza kellene fordulniuk, mert a Balmorra az óriás nebrajmanták fészkelő helyet, de már késő. Végül mindenkinek sikerül megúsznia a kiruccanást a csillagködben, de ahogy odaérnek a kórházállomáshoz, megérkezik a Malevolence is. Miután az Ion ágyójával az árnyék századra lőttek, Skywalker az egységei felét elveszíti. Ezután a Malevolence felkészül, hogy tüzet nyisson a kórházállomásra. Mivel a század létszáma jócskán lecsökkent, és a hajó védelme is igen erős, Ahsoka javaslatára úgy döntenek, hogy nem a tornyot veszik célba, hanem a jobb oldali Ion ágyút, így ha elég nagy kárt okoznak, az ágyú túltöltődik és felrobban. A taktika sikeresnek bizonyul, a hajó főfegyvere használhatatlanná válik, és a hiperhajtóműve is tönkre megy, így elmenekülni sem tud. Az újonnan érkező köztársasági hajók, amiket Obi-Wan és Yularen admirális vezet, tűz alá veszik a menekülő Malevolence-t. Grievous parancsba adja, hogy juttassák vissza a zászlós hajót a szeparatista űrbe. Anakin és az árnyék század megmaradt része leszáll az orvosi állomáson, ahol Nala Seh gratulál nekik. Skywalker gyászolja elesett embereit, annak ellenére, hogy életük árán hatalmas győzelmet aratott. A Kalida ködnél történt csata után a megsebzett Malevolence három csillagrombolóval a nyomában menekül. Mivel nem tud a hipertérbe ugrani, Grievous Saber-nak kénytelen időt nyerni. Szerencséjére Darth Sidious és Dooku Gróf el tudták rendezni, hogy a C-3PO társaságában utazó Padmé Amidala Senator pont egy olyan útvonalon repüljön, amely keresztezi a Malevolence pályáját. Padmé-nak egyébként az intergalaktikus bankárkán igazgatójával lett volna a tárgyalása. Amint kilépett a hipertérből, azonnal vonósugárba fogták és behúzták a hajó hangárjába. Az utolsó pillanatban még sikerül felvennie a kapcsolatot a köztársasági erőkkel, és arra kéri őket, hogy folytassák a támadást, függetlenül az ő épségétől, de Anakin arra utasítja a hajókat, hogy szüntessék be a támadást. Padmé a leszálláskor bekapcsolja a hajó önmegsemmisítőjét, hogy amikor Grievous a hajóra lép, azzal együtt felrobbanjon. Sajnos a tábornoknak sikerül időben kijutnia és túléli a merényletet, de Padmé nyomába küldi a droidjait. Anakin Obi-Wannal és R2-val mentő akcióba kezd, hogy megmentsék Padmét. A Twilight-tal sikerül feljutniuk a Malevolence fedélzetére, és kapcsolatba kerülnek Padmé-val. Ahsoka segítségével találnak egy összekötő hangárt a hajó gyomrában, ami félúton van a szenátor és a Jedik között. Itt pont utolérik Padmét a droidok, így C-3PO-val véletlenül szétválnak. Obi-Wan az aranybogárért megy, míg Anakin Padméért. Anakin terve úgy folytatódna, hogy kimentik Padmét, de ő elmondja, hogy megtudta a hajó hiperhajtóművét, majd hogy nem megjavították. A csapat ekkor elindul a hiperhajtóműhöz. Obi-Wan feltartja Grievous-t, míg Anakinék átprogramozzák a navikomputert, hogy a következő ugráskor vezesse bele a hajót a közeli holdba. Ezután felszedik R2-ékat és Obi-Want, majd elmenekülnek a hajóról. Grievous maga veszi üldözőbe a Twilight-ot a kesői droidjaival, ekkor kapja az értesítést a hajóról, hogy befejezték a hajtómű javítását. Ekkor kiadja a parancsot a hiperűrugrásra, majd meglepődve tapasztalja, hogy a Malevolence belerepül a holdba. Pont ebben a pillanatban hívja őt Dooku Gróf, hogy helyzetjelentést kérjen, de Grievous egyszerűen kinyomja a grófot és elugrik a hipertérbe. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, illetve ha szeretnél még ilyen videókat, iratkozz fel a csatornára, és hogy mindig értesülj a legújabb videókról, kattints be a kis harangot. Illetve kövesd a Birodalmat Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogokon. Az erő legyen veletek, sziasztok!